Na sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, a mai videóban szeretnék nektek mesélni az étkezésemről, hogy mit eszek, illetve hogy milyen táplálék kiegészítőket szedek, illetve saját tapasztalatom és véleményem alapján, amiket ajánlok nektek. Tartsatok velem! Nos, elsősorban inkább beszélgessünk a táplálék kiegészítőkről. Ugye minden sportágba, minden sportolónak elengedhetett ugye az érkezés mellett ugye a megfelelő táplálék kiegészítő, ha mondjuk tényleg a tökéletes fejlődésre akarna ugye menni. És ő, én csak saját, illetve saját tapasztalataim, illetve élményemet szeretnék nektek elmondani, és ezzel kapcsolatban szeretném nektek bemutatni, hogy én milyen táplálék kiegészítőket szedek, miket szedek a verseny felkészülésem során, illetve a pihenő szakjaim során milyen, milyen tápláléki szedek. Ugye elsősorban mi az, ami a sportolónak és erőmlegnek legjobban kell, ugye a fehérje, a fehérje bevétel. Ugye normális étkezés során ugye mibe érjük el, ugye rizssel, csirkével, illetve halakkal és zöldséggel, de mivel én nem testépítő vagyok, hanem erőmelő, illetve ú így nem kell ugye diétáznom, úgy nem kell szálkásítanom, leszáradnom, ezáltal azért nem muszáj nekem ezt a csirkeris diétát annyira betartanom, azért ehetek ugye többféle étel, de azért ugye ott van az, hogy mértékkel. Szóval ugye én akkor ezt le is tudom nektek fixen mondani, hogy ugye eszek ugyanúgy csirke, rést, borjút, marhát, mindenféle ételt, de ugye az ilyen zsírosabb tésztás kajákat azt mértékkel. Versenyidőszak alatt a tésztás ételeket inkább elengedem, majd verseny után szoktam legjobban ilyeneket fogyasztani verseny előtt, ugye meg verseny előtt, azért inkább megpróbálok tényleg a, súly, a súlyhatárhoz méltóan étkezni akkor szerintem ezzel le is zártuk az étkezésemet. Na, akkor térjünk át a fehérjére elsősorban, hogy én általában mit szedek, és amit én szedek is, már nem ajánlom, hanem mindenki próbálja ki, a saját tapasztalat, én a saját tapasztalat mondom el, ugye az IsoV Zero Black, a Biotechnek az IsoV Zero Black fehérje, ugye miben különbözik a rendes fehérjétől, ugye aki gluténérzékenyek, érzékenyek, érzékenyek, azoknak kifejezetten jó, mivel cukormentes, Könnyen oldódik, és őszintén elkezdtem én is szedni, és nekem ez vált be. Nagyon jó az íze, nagyon gyorsan oldódik, tejjel és vízzel egyaránt. Dél alatt is nagyon szeretem szedni, szóval nekem nagyon megfelelt. A továbbiakban ugye ősz folyamán mi a sportolóknak a legjobban várt, és mit akarnak a sportolók ősszel, és ugye, hogy ne betegedjenek le, tudjanak ősszel, is készülni, tudjanak versenyezni, stb. És ugye, elengedhetetlen ősszel is a vitamin, téltezzük fel a gyümölcsök, zöldségek, de mellett otthon, ugye, a vitaminok szedése is. Itt elhoztam nektek kettő vitamint, ugye, ugye van a Vandé, van a D-vitamin, illetve a C-vitamin. Én ez, ezt a kettőt szoktam napi szinten ugye, étkezések között egyet-egyet bevenni, és én azt vettem észre, hogy nagyon jól hat, mivel mióta ezeket szedem, így ősszel, illetve tavasszal sose vagyok beteg. Szerencsére sose vagyok megvázva. Ő rendes vitamint is ugye szedek, nem csak ezeket, rendes D, meg C, meg ezeket, de ugye táplálék kiegészítő, ezeket szedem illetve van a kifejezetten a férfiaknak, ez a Multivitamin formán, én még ezből szoktam ugye egy napi egy kapszulát bevenni. Szóval akkor vitaminokkal ah. nagyjából úgymond ennyit, ezeket szoktam én saját magam szedni. Ugye edzések alatt mi az, hogy mit, mit akar még a ugye sporton elérni, hogy ne fáradjon el hamar, ne fáradjon ki, legyen egy jó, kitartó, erős edzése. Ezáltal kell neki egy olyan folyadékbevitel, ami kicsit kitolja az edzést, illetve az edzés előtt ellátja a szervezetét megfelelő mennyiségű amniósavakkal, és megfelelő folyadékkal, amivel kicsit föl tudja magát pörgetni. Ezáltal én a bca 0 szoktam ugye szedni, én ezt általában inkább edzés alatt szoktam, mert azt vettem észre, hogy kitolja a fáradtságomat, később vagyok fáradt, illetve ez ellát folyamatosan amin aminósabb bevitellel, ami ugyanúgy megfelelően kell a sportoló szervezetébe. Szóval én a BCL zero szoktam edzések alatt szedni. Na, edzés előtt ugye nekem, mivel nagy súlyokkal szoktam dolgozni, ezért föl kell pörgetnem magamat, és most jelenleg, mivel csak alapozási időszak van, itt csak a Nitrox terapit használom, mivel nekem ez a koffein mennyiség jelenleg elegendő az edzés előtt, hogy fölpörögjem magamat, de ha már mondjuk nagy súlyra megyek, vagy mondjuk teremrekordot szeretnék nyomni, akkor általában a Black Blood nak a kóla ízesítését szoktam szedni edzés előtt, vagy mondjuk versenyek előtt is, mert az meg megfelelő mennyiségben ugye föl tud pörgetni, meg ha mondjuk tényleg nagy súlyos edzés van, akkor ott le tudom vezetni, mivel ha sokat vinnék be a szervezetembe, sok Black Blood ot volt, hogy napi este alig tudtam elaludni sajnos ez miatt, ezáltal tényleg csak a Black Blood ot nagy súlyos, illetve nehez, ne hosszabb, meg durvább edzéseknél szoktam ugye alkalmazni ugye ezek a táplálék kiegészítők, ezek nem helyettesítik a rendes étkezést. Ugye étkezés mellett szedjük ugyanúgy ezeket, de tényleg a leg, legjobb, ha az étkezésünkre figyelünk oda. Én is ugye oda szoktam figyelni, ha tényleg mondjuk súlyhatáron vagyok, akkor ugye megnézem, hogy mit eszek, szóval nem az, hogy iszok kólát, iszok szénsevasát, meg eszek csokit. Tényleg, ha mondjuk versenyidőszak van, akkor általában ilyenkor ezeket elfelejtettem, elfelejtem a csokoládé, kóla, meg mindenféle üdítő. Általában vagy zöld, átiszok, vagy vizet de mondjuk egyszer-kétszer azért, ha nagyon jól áll a súlyom, akkor egy napi szinten azért egy darab csoki belefér, de nem sűrű az ilyen, meg tényleg odafigyelek. Meg ugye én általában a kenyeret azt nagyon elengedtem, a kenyeret azt nem nagyon szoktam menni, inkább helyette a pufirizsel töltöm be a kenyérnek a szerepét, szóval legjobban a pufirizs szoktam enni. Ha mondjuk nézzük egy napi szintű étkezésemet mondjuk reggeli ebéd vacsora, akkor én a reggelit azért én egy normális reggelit szoktam bevinni, tételezzük föl. Most jelenleg, ugye, mivel étteremben dolgozok, így ott szoktam étkezni. Minden reggel tojás rántottam vésli, ott is inkább is. Kenyér helyett, ugye, mint kenyér. Szóval vésli pufír is. Ebédre, ugye, általában vagy ilyen ragús kajákat szoktam menni rizzel, vagy rendesen rést, rántott szerettel, töltött szerettel, stb. Az estét, meg inkább az este meg szoktam inni, inkább ilyen zappehely fehérjét, az úgy néz ki, hogy mondjuk ugye van a boltban rendes zappehely, apró személy nagy vagy ha legjobban találtok azt, egy zappehely lisztet. Na az a legjobb, akkor azt ugye nem kell ledarálni, azt ugye kiméritek, beöntjétek a sékerbe, hozzáadtok ugyanannyi mennyiségű fehérjét, fölrázzátok vízzel és lehet inni. De ez akkor is jó, ha mondjuk versenynapja van, akkor is hamar akarsz a széhidrát forráshoz jutni. Ez a legjobb, mert ez úgymond telít, és hosszantartó széhidrát bevi, beviteli forrást ő, nyújt neked. Ezáltal ezt nagyon tudom ajánlani, ezt nagyon szeretem. Ő, diéta alatt nagyon szoktam általában inkább ezt fogyasztani. Meg ha mondjuk diétázok, akkor reggelire nekem már bevált szokásom reggelinél. Kettő tojás, kettő pufir is. Oké, okay, lehet nem nagy reggelit, de ha van célom, van miért diétáznom, akkor ő, úgymond meg tudom ezt már szokni. Szóval a kaját, ha azt nézzük, így ennyi. Jó, ha mondjuk nincs már verseny, így mondjuk december vagy november környék, akkor szoktam én is kólát inni. Ha jó, nagy ritkán, ugye, amikor ilyen ünnep van, vagy buli, vagy bármi, akkor szoktam úgy mondani, alkoholt is fogyasztani, de az nem sűrű. Nagyon ritka az olyan, amivel én sportoló vagyok, és egy sportoló az én nem iszik. Is és sokan kérdeztétek, majd dohányzom-e? Nem dohányzom, mert én annak a híve vagyok, hogy sportoló ne dohányozzon, mivel fekvonyomul vagyok, s azért fő szempont nekem mi, hogy rendes tüdöm legyen. Ugye mivel a nyomások között mit szoktunk csinálni, kapkodj, venni a levegőt. Mert a levegődés azért nyomás közben oda kell figyelni. Szóval, ha azért milyen jól néz ki, hogy nyomás közben rám jön a, a köhögő roham. Ugye már a dohányosok nagyon sokan, hogy a köhögnek. Én nem vagyok a dohányosok ellen, de én magam nem dohányzom, ezért szerencsére semmi baj sincs a tüdömmel, rendesen veszem a levegőt így nagyjából szerintem elmondtam nektek úgymond mindent, ugye táplálékkiegészítők és a többi. Figyelj, Figyeljetek, ez nem egy olyan dolog, hogy eszeditek és akkor fúderősök lesztek. Ez mellett rendesen étkezni kell. Meg ö, ö, én azt mondom nektek, hogy ezek, ezt próbáljátok ki. Én ezt nem tanácsolom, én csak a saját véleményemet mondom el nektek. De ha beválik, akkor szívesen várok tőletek visszajelzést, hogy kinek hogy vált be, vagy stb. Vagy ha bármi tanács van, vagy valamilyen kérdés, akkor nyugodtan feltehetitek majd ide, majd a komment szekcióba, és akkor egy következő videóban meg majd válaszolok nektek. Esetleg ilyen kérdezfelelek videót is fogok készíteni. Szóval én nagyjából elmondtam nektek ezt az egészet, és akkor nagyon szépen köszönöm, ha megnézitek ezt a videót, remélem sok embernek így elmondtam így az étkezésemet, és hogy mit szedek, és akkor ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok föl, és ahogy mindig szoktam mondani, az erő veletek. Sziasztok!